Kisütött a nap itt is egy kicsit, mert most már hetek óta olyan idő van, hogy néha esik az eső, néha nem, mindig így be van felhősödve, és ez nagyon szokatlan, így március végén, április elején, mert úgy tudjuk, hogy azért itt áprilisban már rendesen ilyen nagyon meleg szokott lenni, mint nyáron, szóval ez a sok eső meg felhő, ez nem annyira gyakori. És most úton vagyunk egy buvárkodós helyszíne, ami tényleg nem messze van Honolulutól, a Hunama Bay. Nagyon népszerű, tehát sok turista szokott lenni, úgyhogy most igyekeztünk egy olyan időszakot kifogni, ami talán nem olyan zsúfolt, mint általában, és nagyon sokféle halat, meg teknős lehet ott látni, szóval ezért megyünk oda. Van még egy nagyon jó búvárkodás betervezve, mert hogy a sziget nyugati felén van egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy Electric Beach, és ott viszont hajóval ki lehet menni úgy, hogy állítólag delfineket is lehet látni. Na most én nagyon be vagyok sózva ez miatt nyilván, tehát hogy ki nem akar szabadon úszkáló delfineket látni búvárkodás közben, csak az egy picit nagyobb tervezést, szervezést igényel, hogy ott a hajóra le kell foglalni a jegyet, stb. Illetve azt is olyan napon szeretnénk, amikor tuti, hogy jó idő van, és azért az elég kiszámíthatatlan itt Hawaii-on most, viszont ilyen spontán felindulásból, mert hogy tényleg nincs olyan messze, a Hunama Bay felé vesszük az irányt, és akkor hát nálam van a GoPro, tehát nem tudom, hogy majd mennyire tudok víz alatti felvételeket készíteni. Minden esetre, ha igen, akkor azért remélem tudok mutatni néhány klassz ilyen Hawaii halat és teknőst. Ugye emlékeztek, hogy a Hawaii nemzeti hal, ez a triggerfish, hogy annak mi a Hawaii neve? Mert az a leghosszabb Hawaii szó, ez a humuhumunukunukuapua. Meg lehet nézni, és lehet gyakorolni így egymás után kiejteni négyszer-ötször, és akkor mindenkinek menni fog, de ezen kívül még nagyon sokféle ilyen nagyon élénk színű, színes hal van, meg hát számomra a legjobbak, hogy ezek az óriási teknősök, és állandóan lehet őket látni, szóval meglátjuk, hogy mit tudok mutatni így víz alatt. Tehát le lehet menni ezzel a kis vonattal is az öbölbe, de hát mi ennél sokkal fittebbek vagyunk, mi legyalogjunk. Úristen, nézzétek! Nézzétek, mennyire gyönyörű az egész víz, meg a strand. Wow! Na, magunkra kentünk egy fél flakon napozókrémet, mert eléggé süt a nap, és meleg is van. Úgyhogy most várunk egy picit, aztán megnézzük, hogy mit lehet látni itt a vízben. Egyébként picit arra emlékeztet minket, mint amikor Horvátországban voltunk a Krüka vízesésnél, hogy annyira gyönyörű meg minden, de mi ez a sok ember? És persze nem tudunk haragudni rájuk, mert ugyanazért vannak itt, amiért mi, csak az, hogy itt van ez a mesés, gyönyörű öböl, és mi ezt úgy szeretnénk elképzelni, hogy nincs itt senki, tehát, hogy rengetegen vannak. Oké, szóval, hogyha el akarnám nevezni ezt a vlogot ilyen menő angol néven, akkor ez az Ultimate Fail nevet kapná. Mert, hogy bent voltunk a vízben, és olyan halakat láttam, amelyeket még sehol nem. Tehát, hogy
szóhoz nem jutottam, és abban a pillanatban, hogy ezt szerettem volna meg is örökíteni, meghalt a battery, nem battery, hanem az aksi a GoPro-ban. Tehát ügyes voltam, mert hogy nem készültem, nem töltöttem fel, illetve a múltkor használtuk csak egy pár percet, és azt hittem, hogy el nem kell feltölteni, jó lesz ez még, de nem. Úgyhogy egy darab felvétel nem készült a víz alatti élményről, szóval hogyha valaki várt erre a részre, ami lett volna a lényege ennek a vlognak, akkor sorry, but not sorry. Majd, ha még esetleg erre járunk, akkor felkészültebben jövök, mint egy igazi vlogger, hogy hozod a tripodat, meg minden aksi fel van töltve, meg 8 plusz aksi van nálad, tehát hogy akik ezt nyomják, ezt a travel vlogger, azok szerintem nálam sokkal jobban fel vannak készülve, de azért nem csúnya, így se, nem? Tehát, hogy megmutatom, ne engem nézzetek már, inkább, hanem ezt a csodálatos kilátást. Szóval, ja, nem jött össze, viszont elképesztően klassz halakat láttunk. Aztán pedig annyi történt, hogy elég elkezdtünk fázni a vízben, nagyon-nagyon átfáztunk, és ezért ki kellett jönnünk, szóval most itt melegedünk fel a napon, meg az is a szél, gondolom ezt halljátok a videóban, és akkor lassan hazafelé veszük az irányt.